Szia Máté, köszönöm szépen, hogy eljöttél velem kávészünetezni egy kicsit. Nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Ha már úgyis most szünet van, ugye? Tehát most éppen lazítás van. Így van, a nyári szünet. Hát vége fele járunk, már két hét múlva kezdődik a felkészülés, úgyhogy még ezt az utolsó pár napot maximális pihenéssel próbálom tölteni. Egy ilyen sportoló tud lazítani, amikor tényleg itt a lehetőség, hogy lazítsak? Nem álmodsz a meccsekkel? Nem pörög rajta az agyad? Hogy működik ez? Hát személy szerint én tudok, megmondom, és meg szerintem muszáj is, mert az egész szezon tényleg olyan stresszel, olyan nyomással jár, meg annyi mérkőzés van, hogyha ebbe az időszakban se tudsz kiengedni, akkor egy vége láthatatlan körforgás lesz az egész karrier. Úgyhogy muszáj egy kicsit kikapcsolni és teljesen elterelni a gondolataidat a kézilabdáról. Mi az, ami teljesen el tudja terelni a gondolataidat a kézilabdáról? Sok minden van? Hát én nagyon szeretek utazni, nagyon szeretek a családommal is lenni. Nyilván most a Covid miatt azért ez nem olyan egyszerű, de itt belföldön azért voltunk már egy-két helyen. Meg egyszerűen csak az, hogy nem járok edzeni, nem nézek kézilabdát, ugye szünet van mindenhol ilyenkor, ez egyszerűen ez is már bőven elég ahhoz, hogy ne gondoljak a kézilabdára. Egyébként az étkezés is megváltozik ilyenkor? Tehát, hogy kell-e ahhoz, hogy formában légy, megvonni magadtól bizonyos kajákat, vagy egyébként akkor is mehetne a lángos gond nélkül a Balatonparton? Nem, azért oda kell figyelni az étkezésre szezon közben is, de egyébként szezonon kívül is, tehát nyáron is. Nyilván azért ilyenkor több mindent megenged az ember kicsit magának, mert azt mondja, hogy ezért dolgozok, hogy most egy kicsit azért elengedhessem magam, de attól függetlenül, amikor kezdődik az alapozás, akkor mindenkinek már top formában kell lennie, tehát nem lehet visszamenni túlsúlyosan meg ilyenek, mert az büntetéssel is jár, meg komoly orvosi vizsgát is van, ahol mindent átnéznek. A top forma ahhoz, hogy azt elérd, az mit jelent, hogy akkor hetente minden nap, nem tudom, 8 órát, 12 órát, fogalmam sincs mennyit, de edzened kell? Hát azért nem 8-12 órát, mondjuk van egy 6-7 szünet mondjuk nyáron, most jelen esetben 6-7 az mindig változó, hogy 5-6-7 általában. Abban mondjuk 2 hét a teljes leállás, amikor semmit nem csinál az ember, és akkor 4 hetet, meg van egy erőléti edzője általában a csapatnak, az elküldi az egyénre szabott edzésprogramot. Akkor azt csinálnod kell. Azt csinálni éppen. Házi feladat. Igen, vagy kondi edzés van, vagy futóedzés van, és akkor az mondjuk ilyen heti 5-6 alkalom, de az azt jelenti, hogy csak napi egy edzés, tehát a alapozáshoz képest, ahol amikor 2-3 edzés van, mondjuk egy nap, ahhoz képest ez kevesebb, de ez alatt újra indul a tested, meg az erő visszajön, meg minden, és akkor már egy jó állapotba kezded el az alapozást, ahol még erre rátesztek egy lapáttal. Én közben azt mondom, hogy így el egy kortyot, én is megkóstolom ezt a jó kis finom jeges kávémat, meg eszem habot, ha nem haragszol, ha a számszélén ott marad, nyugodtan szóljál. Ha már úgyis lehet lazítani egy kicsit nyáron. Jól tudom, hogy a 66-os a messz számod? Így van, de igazából 6-os voltam, az Éles József volt a példaképem kiskoromban, de aztán úgy alakult a csapatokban, hogy nem tudtam 6-os lenni, mert már valaki volt éppen 6-os, és akkor a 66-ost választottam már több mint 10 éve, és nagyon szeretem, és ez így hozzám nőtt, úgyhogy már a válogatottban is, meg a csapatnál is ez a messze. Misztikailag tudod, hogy annak mi a jelentősége a 6-osnak? Hát a 666 az ördög. Igen, igen, de ez nem az. Tehát akkor a 66-nak nem tudom. Magának a 6-os számnak benne van az, hogy hatással lenni a környezetre, hatással lenni akár a csapatra is, te meg irányító vagy, tehát annyira szépen össze. Ez egy dupla hatás? Ez egy dupla hatás, amit te gyakorolsz. Ezt nem tudtam, de most már ezt is tudom. Ez nem volt benne, amikor választottam ezt a számot, úgyhogy... Milyen irányítónak lenni? Ez tényleg azt jelenti, hogy te döntöd el, hogy mi legyen a menet közbeni stratégia, vagy hogy néz ki az irányító szerepe? Hát pontosan így, ahogy leírtad. Tehát a támadásért mi vagyunk a felelősek a kézilabdában, mi vagyunk az edzőnek a jobb keze támadásban. És ami támadásban történik, az nyilván az edzőnek az elképzelése, de mi választhatunk különböző opciók közül, hogy éppen mit szeretne az edző játszani, és azok közül van sok figura, és mi választjuk ki, hogy éppen melyiket játsszuk, balra, jobbra, bármelyik irányba. Úgyhogy mi vagyunk igazából a főnökök támadásban, és kézben kell tartani az egészet, mert hogyha egy irányító nem tartja kézben, akkor egy káosz lesz az egész támadásból. Nem túl nagy a felelősség? Én biztos, hogy izgulnék, hogy ezt hogy tudom jól csinálni. Biztos, hogy kell az emberbe egy ilyen féle affinitás, hogy valaki irányító legyen, valaki ezt a szerepet jól csinálja, de azt hiszem, akik irányító poszton maradnak és eljutnak a Bajnokok Ligáig vagy válogatottságig, azokban mindenkiben megvan ez, és mindenki jól el tudja látni ezt a feladatot. Azon gondolkodtam, hogy ha te irányító vagy, és olyan is a kiállásod, tehát hogy egy jó pasi vagy, kérlek ne haragudj, de tényleg kívülről nézve meg, ahogy beszélgetni. De ismerem a gyönyörű feleségedet is, tehát nyilván így itt megállnék ezen a ponton. De azt én tudom, hogy Rami is nagyon, kis Ramonáról beszélünk, ő is nagyon határozott, tehát hogy ő is azért tud irányító lenni, ami azt illeti a magánéletben ott. Hát igen, olaszos család vagyunk, ha lehet így fogalmazni, de hát zajlik az élet, az biztos, nem unatkozunk. Vannak harcok, ez hol nincsenek? Igen, ez minden kapcsolatban vannak.
Igen. Mind a ketten erős személyiségek vagyunk otthon is, de szerintem azért mindig megtaláljuk a közös nevezőt a végén, és megtaláljuk a közös álláspontot. De persze, ez előtte meg előtte egy négy világháborút lejátszunk, és akkor a végén. Mi az, ami tipikusan a te feladatköröd, ami, ahol te vagy az irányító, és mi az, ami nagyon az övé, és ott nem ott hagyod, hogy ő legyen a királynő? Hát Jézus Mária! Először eszem jutott nyilván az a... Igen. Állószoba. Nagyon szép. Igen, és nem, rád bízom, hogy ebből mennyit szeretnél beszélni. Én... Ennyit, ezzel ki is maxoltam a témát. Hát nyilván azért fel vannak oszva férfias, négyes dolgok, tehát mondjuk én takarítottam a kocsikat, én viszem el tankolni a kocsikat általában. Tehát akkor ez igen, ez egy benzinkút, ha már itt vagyunk, akkor ez a te tereped. Így van, az ő dolga meg nyilván a bevásárlás, főzés, stb. Úgyhogy azért ezek fel vannak osztva, de nyilván ezek azért nem élesen elválasztott vonalak, tehát most nyilván ő is tankolt már, meg én is vásároltam már be, tehát ez nem így van, de általában az a nagy többségében ezek így történnek. Szerintem nem rossz ez, hogyha megvannak ilyen szempontból is valamennyire a férfi-női szerepek. Az olyan szép, hogyha kiegészíti egymást a páros. 2 éves a kisfiatok, Noé, ez egy gyönyörű gyerek. A kérdésem az, hogy volt már kint meccseden? Mertétek kivinni? Nyilván most azért nehezebb időszakon vagyunk túl. Igen, volt 2 kisebb mérkőzésem még, amikor nagyon pici volt, de utána most majdnem fél évig nem lehettek nézők, utána egy pár meccsen lehettek, de nem akartuk kihozni, utána megint nem lehettek egész szezonban, úgyhogy igazából most ősszel, ha minden jól megy, bízunk benne, akkor lesz először, amikor így több mérkőzésre is ki tud jönni, amit nagyon várok, mert... Kikám, hát persze, az nagyon megható lesz. És szülessel, meg minden, és akkor nagyon várom, hogy ott legyen. Úristen. Remélem élvezni fogja, mert azért a 60 percig egy helybe ülés, ez nem az ő műfaja annyira. Jó, hát semmilyen gyereknek. Nincs olyan 2 éves gyerek, igen, sőt, nem akarok egy kicsit. Érted, hogy tudva az én 8 és 5 évesemet, hogy nem nagyon hosszan szeretnek egy húzamban így csücsükélni. Kire hasonlít jobban, és nem a külsőségekre gondolok, hanem amilyen a személyisége? Hát bizonyos dolgokban rám, bizonyos dolgokban Ramira. Tehát például a türelme az a Ramona, tehát semmi türelme a gyereknek. Nulla. Vagy -1. Kezet fogható. Tehát, hogy azonnal világvége van, hogyha valami nem úgy van. Viszont az, hogy amikor meg nem az, majd, tehát meg nem rendben van, és mondjuk ő eljátszik, vagy el van egyedül, az meg én inkább én vagyok, ez a nyugodtabb, hogy akkor meg el van. De mind a kettőnkből örökölt mindenféle tulajdonságot. Valakit a jót, valakit a rosszabbat, de mindenkit a mindenfélét. Terveztek tesót? Szeretnénk, majd igen. Majd idővel? Hát nem is az idővel, ugye egy közeljövőben. Tehát, hogy, de aztán az már onnantól nem csak rajtunk múlik, hogy mikor, de szeretnénk testvért. Mind a kettőnknek van egy testvére, édes testvére is. Azt gondoljuk, hogy ez egy jó dolog. Tesók is vagytok, mind a kettő. Igen. Ők közelebb vannak a húgával, mert egy városban lakunk, most ő is Veszprém, meg az én öcsém, ő focizik, és messze van tőlem. Úgyhogy mi ritkában találkozunk, de attól még jó testvérek vagyunk, tehát mindenben számíthatunk egymásra, de szeretnénk egy kis tesót azért a Noénak. Igen, ez egy jó dolog, csak így a saját 2 filmból is kiindulva. Mondjuk egy darabig majd gyilkolni fogják egymást. Igen. Teljesen normális. Már most szólok. Azt mondtad, mentek nyaralni, vagy már voltatok? Nem, még nem. Voltunk is, meg megyünk is meg egy pár napra. És ez Magyarországon belül? Most Magyarországon belül voltunk, Edericsen voltunk, meg Alsópáhokon, egy ilyen gyerekhotelben. Hogy megváltoznak, nem az úti célok? Igen, de közben tök jó, hogy ismerősen beszélgettem, hogy azért még nem nyaralok, hanem inkább nyaraltatok. Tehát, hogy azért, ez nagyon így van. Igen, tehát hogy azért a gyerekkel a nyaralás az nagyon jó látni, hogy felfedezi a világot meg minden, de hát azért az nem nyaralás annyira. Fáradtabban megyünk az, ami szülők alapján. Igen, de most elszökünk egy pár napra, és a nagyszülőknek marad a gyerek, úgyhogy ez csodálatos. Már megyünk egy 3 napra, úgyhogy ez az első alkalom. Úgyhogy egy 3 napot kettesben töltünk. Jó, Úristen, használjátok ki, de úgyis igen, kifogjátok. Tehát, hogy az lesz olyan, hogy 3 nap így megy majd el nyilván, hogy már otthon is vagyunk. És aztán kezdődik újra a felkészülés, mert hogy 2022-ben Magyarország rendezi az Európa-bajnokságot, a kézilabda Európa-bajnokságot. Így van. Na ezt milyen érzés erre készülni? Mert azért mégiscsak más, nem? Tehát, hogy... Más, de még nagyon messze van. Tehát, gondolom mindenkinek az életében, hogy fél évvel előre, legalábbis a sportban annyira nehéz gondolni még, mert annyi minden történik, annyi edzés, mérkőzés, rengeteg minden van, sérülés ne is jön senkinek közbe, tehát hogy de persze nagyon várjuk, hogy itthon lesz, mert valószínűleg az én karrieremben szinte biztos az utolsó hazai rendezési világeseményen részt vettek, sőt az első és utolsó nekem egyben, valószínűleg azért nem... Te már a visszavonuláson gondolkozol? Nem, csak hát most 33 éves vagyok, azért valószínűleg ha minden... Vagy még már, tényleg nehéz. Minden viszonyítás kérdés, a fiamhoz képest öreg. Jó, ez mondjuk igaz. Tehát, hogy valószínűleg nem lesz a közeljövőben újra világvesemény, előre már 3-4 éve látott, hogy hol van,
valószínűleg utána már nem fogok én kézlabdázni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog lesz, és remélem, hogy ott tudok lenni, egészséges leszek, bekerülök a válogatottba, de így remélem lehetnek nézők, stb. Tehát ebben az időszakban azért tervezni most már ilyen, ennyire távol azért nem olyan egyszerű, pláne mondom a sportban, ahol minden edzésen akár történt egy olyan sérülés, hogy az még kiad erre a világversenyre, de az biztosan nagyon jó dolog lesz, és nagyon jó lesz a magyar nézők előtt játszani. És hogyha visszatekintesz az eddigi karrieredre, ami egyébként egy gyönyörű, tehát elképesztő díjak, meg az évkézilabdázója, meg nem tudom, tehát hogy ezek neked mit jelentenek? Jelentettek akkor valamit? Meg tudtad élni, át tudtad érezni, hogy úristen, én ezt most megkaptam? Hát büszkeséget jelent nyilván a díjak is, az eredmények is, a karrier is, de igazából így összességében mindig nyilván, amikor abba hagyom, akkor tudok visszatekinteni az egészre. Vannak állomások, amikre a karrieremben büszke is vagyok, meg szomorúsága is tölte, hogy nem sikerült egy olimpiai elődöntőt, mondjuk, hogy kikaptunk, nem vagy a elvesztett BL. Évvel ezelőtti olimpiai. Londonban, igen. Tehát meg a elvesztett BL döntők, tehát ezek biztos az egész életemben egy ilyen fájó pont lesz. A BL-t azt egy módon lehetne felülírni, hogyha megnyernénk a BL-t az olimpiára, most sajnos nem vagyunk ott Tokióba, aztán majd meglátjuk, hogy Párizsból leszünk. Mi az, ami... Tehát ez örökre megmarad, de hogy mennyi idő kellett, hogy ezt valamennyire fel tud dolgozni? Ezt kudarcként élted meg? Mindenképpen. Ez így van, de szerintem ez... Hát most ez egy feldolgoztam, biztos valamilyen szinten feldolgoztam, de örök életemben ez egy fájó pont. Most is, ha valakivel beszélgetni kellene ezekről, meg igazából az agyam is, tehát hogy nem, én nem nézem vissza ezeket a mérkőzőket, nem tudom visszanézni, de valahogy az agyam is teljes mértékben kitörli a emlékeket. Tehát mind a két mérkőzés, mondjuk a kielcenőni bőjeldönt, amit elvesztettünk, ugye 9 gólról sajnos, egy-két jelenet van meg a fejemben, az egész mérkőzés pedig egy hosszabbításos meccs volt. Az olimpiai elődöntőről szintén egy jelenet van meg, és semmi más, és egyszerűen a agyam is, meg a memóriám is így próbálja, hogy... Védekezel. Igen, hogy a tudatalantű ma biztos ott van, de amúgy nem tudok rá visszaemlékezni, úgyhogy ezek biztos egész életemben egy kudarcok lesznek, és fájó pontok. Egy ilyen kudarc, vagy egy győzelem az, ami összép hozza a csapatot? Győzelem, mindig a győzelem. Igen. Mindig a győzelem. Egyrészt azért, mert ha nyersz, akkor az egy a problémákat is kicsit a háttérbe szorítja, nem mint hogyha mondjuk lett volna itt ezekben a mérkőzéseken probléma, más probléma, mint hogy nem nyertünk, de szerintem a győzelem a legnagyobb erő, ami össze tudja kovácsolni a csapatot, de nyilván a kudarcoknál is vannak olyan szituációk, amikor összekovácsolja, és hogy mégis megmutatjuk, csak utána minden egyes ilyen meccs után sok idő telik el, mire újra lehetősége van. Tehát egy év, minimum egy év, vagy olimpián meg 4 év, de lehet, hogy 4 év a kisebb jutsz. Tehát nagyon sok idő telik el, hogy újra lehetőséged legyen ahhoz, hogy elérd azt a sikert. Képes vagy minden mérkőzésnek úgy neki menni, hogy én ezt most, mint a 300-ban csatakiáltás? Nem, hát szerintem nem lehet sajnos. Tehát nem lehet minden mérkőzésre ugyanolyan adrenalinnal, hőfokkal nekiállni, még akkor se, ha szeretnél, mert egyszerűen akkor kiégsz egy nagyon rövid időn belül. De egy bizonyos szintet, egy bizonyos koncentrációt, egy profizmus minden mérkőzés megkíván. Nyilván vannak olyan meccsek, ahol ami nagyobb a tét, nagyobb a hangulat, jobban minden. Meg vannak kisebb mérkőzések is, de minden mérkőzésen egy bizonyos profizmus, egy bizonyos szintet mindenképpen meg kell tenni, mert ha nem, akkor megjönnek a sérülések, a dekoncentráltság, a hibák, stb. Gyere, egyél egy falatot, jó étvágyat, Máté, közben is megkóstolom ezt a répatortát. Mert hogy még azért külföldről beszéljünk egy picit, ugye te Szlovéniában is játszottál, ha jól tudom. 2 évet. És azon gondolkodtál, hogy nem volt tervben, hogy akár nemzetközi porondon klasszissá válj, hogy nem tudom, tovább kint maradj, vagy hogy ahhoz mi az, ami szükséges? Ugye a kézilabdában persze lehet külföldön is nemzetközi klasszissá lenni, de abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon is lehet, mert van két csapat, a Szeged meg a Veszprém, akik tényleg a legmagasabb szinten űzik ezt a játékot. Tehát még ellentétben a focival, ahol mondjuk Magyarországon nincsen állandó BL csapatunk, a kézilabdában van, tehát hogy nem feltétlenül muszáj külföldön lenni, de mondjuk én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy eléri a top kategóriába, lehet, hogy el kell menni külföldre, és utána kell visszajönni Magyarországra, de én azt gondolom, hogy a karrieremet úgy építettem föl tudatosan, hogy mindig egy-egy lépcsőfokot ugorjak, tehát ne az legyen, hogy mondjuk egy 2-t ugorjak, és ott mondjuk nem játszom, hanem ha már feljebb lépek, akkor ott azért lépek följebb, mert ott számítanak rám, és nem az van, hogy mondjuk csak azért, hogy régen voltak ilyenek, hogy csak azért igazol le valaki valakit, hogy még ne legyen a másik csapatba, vagy
vagy csak azért, hogy 18-ként ott üljön valaki a kispadon, de én úgy építettem, hogy Pesten kezdtem, elmentem Szegedre, elmentem külföldre, ahol nagyon sokat fejlődtem, úgy érzem, Celjében, és onnan, amikor a Veszprém hívott, akkor úgy éreztem, hogy már számítanak rám, hiába hívott hamarabb is, akkor úgy éreztem, hogy nem lenne nekem ott nagy szerepem. Éreztem el az idejét a váltásnak, amikor Celjéből eljöttem. És hogyha már mondtad ezt, hogy Szeged, Veszprém, ugye nagy ellenfelek, de mi a helyzet az átigazolásokkal? Tehát, hogy amikor elveszítetek egy csapattagot, és akkor egyszer csak a térfél másik oldalán, vagy a másik térfélen találkozol vele, akkor vannak egyáltalán érzései az embernek, hogy átvált egy sportoló robot üzemmódba? Hát igen, tehát főleg ez a Szeged, Veszprém, Veszprém, Szegedi átigazolások. Régen ez azt gondolom, hogy talán régen sokkal több volt a Szegedről Veszprémbe igazoló játékosok száma, most meg általában fordítva van, Veszprémbe mennek Szegedre a játékosok. Ez egy ilyen kényes téma, tehát mondjuk vannak olyan játékosok, akiknek elképzelhetetlen lenne, hogy Veszprém után Szegeden játszon, vagy itt Szeged után a Veszprémbe. Én nekem ugye volt egy közbenső állomásom Celjébe, meg azért az a Szeged, az össze nem hasonlítható a mostani Szegeddel minden tekintetben, mint anyagilag, mint csapatszinte, mint bármilyen tekintetben szinte alkalmazott sincs volt már ott, nagyon kevesen, akikkel én ott még együtt játszottam. De egyébként nincs semmi baj. Tehát én például a Roli, ugye megért ezt a Szeged, Veszprém, Szeged. Mikler Rolandról beszélünk. Roland ezt a háromszöget, és igazából szerintem szeretik őt Veszprémbe is, Szegeden is. Én ugyanolyan jó viszonyban vagy barátomnak tekintem, úgyhogy ugyanúgy jó a viszony. Játékosok között ebből nincsen semmiféle konfliktus, hogy most valaki ideigazol vagy odaigazol. Minden döntés mögött azért vannak érvek is. És majd, hogy ne, persze, amiket nyilván a nagy közönség nem tud, meg nem is kell, hogy tudjon, mert ez a ti dolgotok, de ez olyan jó, hogyha emberileg jól tudjátok kezelni. Teljes mértékben. Még az érdekel, hogyha majd mondjuk kimegy a kicsi fiad, és megnéz téged először rendesen pályán játszani, és szerinted mit fog neked adni? Tehát, hogy mert azt mondják, hogy az autóversenyzésnél ott fél másodpercet elveszít a pilóta, amikor minden egyes gyerek után. Ami egyébként nem igaz, mert Mihály Sznorbi ezt megcáfolta. Hát vagy ki tudja. Igen. Lehet, hogy 3-2 másodperce bejebb lenne. Igen. Egy másodperce bejebb lenne. Az furcsa, hogy már tudja például, hogy a Veszprém címer, akkor azt meglátja bárhol az arénánál, vagy a pólum, akkor mondja, hogy apa címer. Édesem. Vagy apa gól dob, meg ilyenek. Hogy átigazol. Igen, azt már nem tudom megmagyarázni. Szóval ezt már felismeri. Én nagyon, nagyon jó érzés lesz, hogy ott lesz a meccsen, és nekem ez egy régi álmom volt, hogy ez is nem csak ezért, de szerettem olyan fiatal apuka lenni, ami mondjuk nem jött annyira össze, de hogy nem. Szerintem 30 fölött azért már nem lehet fiatal apukának mondani. A mai világban, de. Akkor de ahogy érzed, mindegy, igen. Akkor igen, de szerettem volna, hogy még lásson játszani. Aha. Tehát olyan korban lásson még engem játszani, amire mondjuk még lehet emlékszik a idősebb korában is, úgyhogy még egy pár évet azért le kéne húznom. Húzd ki. Igen, tehát még egy ilyen 5 éves koráig legalább jó lenne, és akkor lehet, hogy már emlékszik rá később is, de ez nekem valahogy fontos volt, hogy lásson még. Támogatnád, hogyha ő is kézilabda irányba menne? Támogatnám, igen. Hát ez őszinte volt. Vagy műsorvezető irányba. Támogatjuk. Nagyon támogatjuk. Csak nehogy arra menjen a gyerek. Nem, egyébként támogatnám bármilyen sportba, vagy bármit szeretne űzni. Az biztos, hogy én olyan szülő lennék, aki nem akarok beleszólni, hogy mit akar, mit sportoljon, és hogy ha meg mondjuk kézilabdázna, tegyük föl. Neki biztos, hogy 4 szem közt próbálnék segíteni, de mondjuk a meccsein biztos nem lennék az a szülő, hogy mit csinálj? Fokoskodik, mert ráadásul irányító apukat tudod. Igen, tehát bízom benne, hogy kibírnám, én lelátom, hogy ne okoskodjak, de azt gondolom, hogy igen. De ha kézlabdázni, akkor kézlabdázom. Én jobban örülnek a fociznak. Ez nagyon szép záró mondat. Hagylak enni, mit szólsz? Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy jöttél. Nagyon szépen, köszönöm.